Egy kis faluban, Halloweenkor, mint mindenhol, itt is volt csokit vagy csalok, hogy a gyerekek csokit gyűjthessenek. Egy bökkenő volt. Minden Halloweenkor meghalt egy ember a faluból. Általában azután találták meg az áldozatok holttesteit egy vágott sebbel a nyakukon. Miután láttak a szomszédok egy gyereket, tökkel a fején, és a tökbe egy kés volt beleszúrva. A gyerek zöld leveles ruhát viselt. A hullák mellett mindig találtak egy véres borítékot benne egy levéllel. Csokit vagy csalok. Az egyik Halloweenon én is vártam a gyerekeket. Végül el is fogyott az összes édesség. Éjfél volt, gondoltam lefekszem aludni, hiszen nagyon álmos voltam. Lezuhanyoztam és lefeküdtem aludni. Pár perc múlva kopogtak az ajtón. A fal felé fordultam, de ettől még nem múlt el a félelmem. Másodszor is kopogtak. Felültem. Már nagyon féltem. Aztán visszafeküdtem. A harmadik kopogásra felkeltem, lementem. Elővettem a kulcsom, és kinyitottam az ajtót. A gyerek tökkel a fején rohant. A tökben egy kés volt. Lenéztem a lábtörlömre. Ott volt egy boríték. Izgatottan nyitottam ki. Egy levél volt benne. Az állt rajta, csokit vagy csalok. Hirtelen becsapódott az ajtó, és ablaktől is hallatszódott.